A bár énekesnőből lett alkalmi apáca, Dolores Van Cartier történetét sokan ismerhetik a legendás amerikai filmből. A mozi alapján 2006-ban egy színpadi változat készült a Broadway-n, amit azóta is nagy sikerrel játszanak világszerte. A főszereplő, Peller Anna elmondta, pályafutása egyik legnagyobb kihívása Dolores szerepe. Szerintem minden színésznő vágyik egy olyan szerepre, amiben ennyiféle szint megmutathat, van benne vígjátéki elem, van benne drámai pillanat, nagyon-nagyon sokat kell benne énekelni, rengeteg prózai jelenet is van, tényleg vidám és szomorú jelenetek, ami a teljes tárházát és palettáját kívánja a szakmai tudásnak, meg a léleknek, ami egy színészben rejtőzik, úgyhogy remélem, hogy ezt meg tudom ebben mutatni. Nekem ez egy óriási öröm, hogy eljátszhatom. Peller Anna mellett több szereplő is ismerős lehetett a közönségnek, hiszen a rendfőnök nőt alakító Jan Zakata, a gengszter főnök szerepében Szabó P. Szilveszter és a nyomozót megformáló Peller Károly is többször játszott már a Bajai Szabadtérin. Nekem nagy kihívás volt ez a szerep, ez a darab, mert én főleg operettekben játszottam mindig. Amikor meg musicalben játszottam, akkor az mindig klasszikus musical volt, klasszikus énekelni valóval. Ez pedig egy nagyon ilyen szólos, 70-es évek, hajlítgatós, nagyon magasra megy, falzetba kell énekelni, ilyen Jacksonos egy kicsit ez a dal. Úgyhogy amikor először meghallgattam, meg megláttam a kottát, akkor nagyon megijedtem, és azt hittem, hogy nem fogom tudni megcsinálni, és most már nagyon élvezem. A darabot eddig 18 országban állították színpadra, és több mint 6 millió néző látta. Magyarországon 2018 nyarán mutatták be az Apáca Show-t Szegeden, Szente Vajk rendezésében. Ez a darab többek közt arról szól, hogy valaki megtalálja a hitet. Valaki a hit mellett él, nem ellenére, csak úgy valahogy úgy mellette, valahogy nem törődik vele az élete, sokkal nagyobb sodrásban van, és nem figyel ezekre a dolgokra, és egyszer csak szembesül azzal, hogy van valami fajta más világa is az életnek, és ugyanez van a túloldalon. És ez a darab szerintem arról szól, hogy emberek hogyan tudnak hatni egymásra. Az általunk megkérdezett nézők szerint humoros és látványos volt az előadás. Őket mind a szívembe zártam, és nagyon szeretem őket. Hát most név szerint egyiket sem emelném ki, tehát a Jan Zakatát, meg Annát, meg nagyon szeretem őket, úgyhogy nagyon szívesen vagyok itt. Én Szarvasi is vagyok, ott is van vízi színház, az még romantikusabb, még szebb, de ez is nagyon jó, és a Baja város az egy gyönyörű hely. Sokan több száz kilométert utaztak a bajai előadásért. A nézőtéren mintegy 3000 ember foglalt helyet egy-egy estén. Mondhatni, hogy országos érdeklődés van, de a környékből feltétlen, ilyen 100 kilométeres sugarú körben biztosan, de mindig távolabbról is érkeznek, és így, ahogy ma itt én is eljöttem a premierre, ahogy a városon keresztül haladtam beérve Szentháromság térre hídrát, tömegesen jönnek, és hát itt az a tapasztalata részemről ma estét tekintve, hogy abszolút siker a darab, és nagyon jó szórakozik a közönség. A szervezők szerint az elmúlt évek azt mutatják, hogy a szabadtéri előadásokra továbbra is van igény. Összeszokott a társaság, nagyon sokszor ment ez a darab. Nyilván, hogy ez is rányomja a bélyegét, hogy az az előadás ilyen sikeres és fergetegesen jó a maga a történet is és a zene, de a művészek is azt látom, hogy ugye mivel szívük csücske baja, talán még többet hoznak ki magukból. A szombati előadás az eső miatt elmaradt, így azt augusztus 26-án, hétfőn, vagy ha az időjárás ezúttal is közbeszólna, akkor 27-én, kedden tartják meg, este 8:30-tól, amelyre a szombati belépőjegyek érvényesek.